Sziasztok, kedves pajtások! Eljött az újabb lodautós játékmódunk, az Extraction-nek az ideje! És már is kezdetét vette a mészállás, és mit a Isten élettem az egyetlen túlélő, nem hiszem el! Micsoda Mayer! Na, kezdjük is, hogy mi az Extraction mód lényege. Mindkét csapat oldalán van egy-egy gyűjtögető úriember, íme. Itt a enemy gyűjtögető, nem tudom, hogy most miért nem reagált a lövöldözésre, de valamiért nem reagált. A lényeg az, hogy a pályán mindenütt elszólva vannak ezek a kék kristályok, és a gyűjtögetőknek az a feladata, hogy a kék kristályokat összeszedje, és ezekbe a töltsérekbe bele dobálgassa. Értelemszerűen egy kristály 100 korzot ér, és azt hiszem 3500 vagy 3000 korzig megy a játékunk. És hogyha nem mi vagyunk a gyűjtögetők, az a feladatunk, hogy elkapjuk az eleminek a gyűjtögetőjét, és megpocsékoljuk, amit a imént prezentáltam nektek, és hát a drága jó enemy meg ezt hivatott megakadályozni. Úgyhogy kezdetét is vette a játék, látható, a térképen mindig jelölve van, hogy merre található az ellenfélnek a gyűjtögetője és a mi gyűjtögetőnk is, esetenként néha meg kell őket védeni. Még megjegyezném, hogyha a kristályokat a gyűjtögető kezébe meglőjük, akkor az egy idő után elkezd ilyen fúzionálni, vagy nem is tudom micsodát, tehát elkezd így fényesedni és felrobban. És így is tudunk operálni, vagy hogyha fixen a földön elhelyezve lőjük meg a kristályt, akkor is egy hatalmas nagy robbanás van. Értelemszerűen ez olyan, mintha mondjuk egy olajos hordót lőttünk volna meg. Ó, és ott van az ellenfélnek a gyűjtögetője, akit most megpróbálunk megállítani. Ja, rohadék, menjél innen, úgyis elkaplak, és sikerült meglőni a fegyverét, jó van. Na, idáig jó pörög a játék, és úgy nézem, hogy egyelőre döntetlen a rálás. De nem sokáig fog ez így maradni, most hála égnek az ellenfélnek a gyűjtögetője nem olyan értelmes, hogy a kristályok gyűjtögetéssel vesződjön, hanem inkább hasba bocsátkozott, illetve menekült előlünk. És már is ott van a következő áldozatunk, akit meg kéne védeni az emberünket. Hát, amit tudtam, megtettem, azt hiszem. Azért eléggé pörgős ez a játék, és nem mindig olyan egyszerű követni az események zajlását. És élettem a gyűjtögető emberek! Megfújjuk a kék kristályt, bele a köcsökbe! Megint megfújjuk a kék kristályt, azaz! Bele a köcsökbe! A térképen mindig jelölve vannak, hogy merre találhatók a köcsökök és a kék kristályok. És nekünk annyi dolgunk van, hogy valamelyik köcsökbe belevágjuk a kristályt. Látható már is a nyomomba szegődött a drága jó ellenség. És egyelőre úgy nem sikerült átvennünk a vezetés, így kristályügyileg. Úristen, de nagyon jönnek rám, valahogy életbe kéne maradni, hú, és egyelőre még sikerült. És még mindig sikerült, azaz, még mindig, egy újabb kristály került a köcsökbe, jaj, és most megpróbálok egy kicsit életbe maradni, hát egy emberrel sikerült végeznem, és a... egyik gyűjtögető sajnos végzett velem, hát igen. Ilyenkor nem tehetünk más, mennünk kell megint oda és terrorizálnunk őket. Különben visszabehozzák a lemaradásukat. Épp most menekülni készül az illető úriember. Hála égnek a mi gyűjtögetőnk is teszi a dolgát. Ebből látszik, hogy ez tényleg egy ilyen csapatmunka, és itt most nem a killek számítanak, hanem a gyűjtögetés. Azaz, azt hiszem sikerült meglőni a kristályt, és elkezdett fényesedni, és szét is robbant az illető úriember. Istenem, imádom ezeket a kristályokat, annyira jó velük játszani. És már megint itt van egy illető úriember, és ő lett a gyűjtögető, mit az Isten, és hát ki is végeztük. Jack Sparrow, szegény drámai halált hold. A közelhal sokkal jobban bejön ebbe a játékba, mint akármelyik másban, nem tudom, hogy csinálták, de tényleg rendkívül jó van kitalálva. És ott van megint előttünk a gyűjtögető. És vajon sikerül-e vele végezni? Úgy nézem, sikerülni fog, jól adjál be, és megint a kristály. Azaz, felrobbant az illető úriember. Jack Sparrow, tudtam én, hogy egy ganai ember vagy, csak azt nem, hogy ennyire... Ha öröm táncolt, lejtett a hullám fölött, hát ezt nem hagyhatom szó nélkül. Na de, továbbra kéne foglalkoznunk a drága jó gyűjtögetők megvédésével. Úgy nézem, hogy Jack Sparrow sikerült egy kicsit elbátorítani. Itt van előttem egy másik úriember, egy gránáttal próbálom meg elintézni, de lerakott egy turretet. Hát a turretet sajnos kinyírta, utána én is a turretet, hát. Hú, Istenem, kezdek kicsit lefáradni. Elég nagy koncentrációt igényel, úgyhogy még csak szerencsé, hogy egy-egy kör általában 10 percig tart, vagy még addig se. Különben hát ilyen fél órás küzdelmeknél azért elég hamar lefáradna az agy tekervényem. És már megint meg kell védenünk a gyűjtögetőnket a ganai úriemberektől. És azt hiszem egy áldozattal sikerült végezni, itt van egy újabb áldozat.
Hát most nem tudom, hogy én öltem meg, úgy nézem, én öltem meg. Na hát... Hú, nem mindig lehet itt a robbanások közt követni, hogy kit kivel végzett, és stb. Stb. Meg nincs is annyi idő. Úgy nézem, a vezetés egyelőre a miénk 1700 pontunk van, még az ellenfélnek 1400, és most már 1800. Úgyhogy nagyon jól haladunk, megint ott megy Jack Sparrow, akivel most le kell, hogy számoljak, mert hát örömtáncot lejtett a ketemen fölött, ami, hát hogy is mondjam, nem annyira egy emberséges dolog, és sikerült kivégezni, de hát csak egy assziszt lett, nem baj, lesz a neked, rászalok a fejedre, háhá. Na, azt mondja, meg kéne keresni a gyűjtögetőt, de már valaki megint engem támad, nem baj. Azt mondja, felmegyünk itt a tetőre, már mint hogyha ott láttam volna valamit. És ott is van a gyűjtögető. Istenem, rá gyokos vagy. Igen, itt kell neked tevékenykedni. Jó van, sikerült kivégezni őt is. Azt mondja, 2400 pontunk van, és 1400 az ellenfőnek, úgyhogy már csak 500 pontra vagyunk attól, hogy győzzünk. Remélem szerint azért sikerülni is fog. Na nézzük, nézzük, és már megint ott menekül a drága úriember, az a baj, hogy menekül, és nem állt velem meg leharcolni. Próbálja is gyűjtögetni a hülye kristályokat. Úgyis elkaplak, vagy ha nem, hát akkor megpróbálom azt a kristályt felrobbantani, úgyis mögöttem van az illető. És nem robbant akkor át, hogy jó lett volna, nem baj. Hát Jack Sparrow megint denszel. De most ezzel szerintem fatális hibát követett el, hisz élettem a gyűjtögető. És utolsó dobás, kosár, ez az, hölgyeim és uraim. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek az újabb játékmódunkat a Loadoutban, az Extraction-t, és én adtam meg itt a legjobb player. Találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!